A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Él Kecskeméten egy csendes, halkszavú, de a kultúrára és a valódi értékekre annál éhesebb pedagógus. Páratlan gazdag életúttal büszkélkedhet. Mindmáig a pedagógia és a misszió az ő fő tevékenysége. Fáradhatatlan a munkájában és maximalista saját magával szemben. A Montázs magazin alapító tulajdonosa, szerkesztője, újságíró. Kérem ismerjék meg a Kunszt József díjas Wininger Endréné Erzsébetet, az igényes kultúra elhivatott terjesztőjét, az alkotót, a pedagógust és a családanyát. Beszélgetőtársa Lévai Jánosné, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnökségi tagja. Jó napot kívánok! Szeretettel és barátsággal köszöntöm Wininger Erzsébetet, tanárnőt, a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület jelenlévő tagjai, vezetése és a magam nevében. Erzsébetet, Erzsikét nem kell bemutatni a kecskemétieknek, nekünk sem, azonban nagyon örülünk annak, hogy elfogadtad meghívásunkat, és a kedves kecskeméti tévénézőknek pedig szeretném elmondani, hogy több évtizede ismerjük egymást, és a tegező formát választottuk. Szeretném kérdezni először gyermekkorodról, beszélj arról, hogy hol születtél, hogyan teltek gyermekéveid, majd a középiskolás korra ugranánk, és utána pedig az a kötődés, ami Kecskemétre hívott téged, szólított téged, hogy kerültél Kecskemétre? Sükösdön születtem, Báskiskun megyében, de délebbre innen, egy kis faluban, és ott töltöttem a gyermekkoromat, mint a többi mezítlábas libapásztor lányka. Tanulni viszont mindig nagyon szerettem, úgyhogy egyszerű szüleim, akik nem tanulhattak tovább, nagyon büszkék voltak arra, hogy én mindig jó tanuló voltam. A magyart szerettem legjobban, és kedves tanárom volt dr. Cseh Béla, akivel még mindig tartom a kapcsolatot, Baján él, és az ottani tanítóképzőnek igazgatója is volt. És legutóbb, majd később visszautalok rá, egy könyvbemutatómat ő vezényelte le Sükösdön, volt olyan kedves, hogy 80 évesen kijött, és velem együtt élte át azt az eseményt, alkalmat. Tehát szép évek voltak. Később Bajára kerültem a harmadik Béla gimnáziumba, angolt kezdtem el tanulni, és ott is érdekes módon a magyar-angol szakos tanárom Bálint László volt a kedves számomra, akitől a legtöbbet tanultam. Mégis valamilyen módon magyar-orosz szakra jelentkeztem Szegedre. Az orosz is jól ment, és talán akkor jobban, mint az angol, abban bíztam, hogy felvesznek, mégsem vettek fel, és akkor tanástalanul ott álltam, hogy leérettségiztem, és nem tudok mit csinálni. Ekkor valamilyen csoda folytán sikerült egy képesítés nélküli tanári állást szerezni nekem, Herceg-Szántón, az általános iskolában. Tárt karokkal fogadtak, mert nagyon nagy szükségük volt egy tanárra. Hát én nem voltam tanár, én egy 18 éves, frissen érettségizett valaki voltam, akit úgy vettem észre, hogy féltettek is a súlyos feladattól, amit a vállamra raktak, mert bizony azonnal beraktak 8. osztályfőnöknek, ahol magyart is tanítottam, többi osztályban is, éneket az összes osztályban, technikát, tehát mindent, amit másnak nem kellett, vagy nem tudott elvégezni, az én voltam a Jolly Joker, és megedződtem alaposan ebben a tanításban. Mikor érlelődött meg benned, hogy a tanári pályára készülsz? Gimnazista korodban, vagy mikorában? Tulajdonképpen azt hiszem, mindig is tanár szerettem volna lenni, és nem is gondolkodtam másban. Bár amikor megkérdezték tőlem, akkor tréfásan így válaszoltam, hogy vagy tanárnő szeretnék lenni, vagy varrónő szeretnék lenni. Ez egy kicsit távol áll egymástól, de végülis mind a kettő megvalósult, mert középiskolás koromban kaptam édesanyámtól egy
villanyvarógépet, akkor még az nagy szó volt, a Neumann varrógép, és azért tudtam megtanulni jól varni, mert a Bajai Gimnáziumban akkor egy olyan oktatás volt 5+1-es formában, ahol szombatonként technikaóra keretében varni tanultunk. És így aztán spórolt rajtam édesanyám, hogy magam megvarhattam a ruháimat, és nem kellett venni neki. Így mindkettő lettem. Ha nagyon muszáj lenne, akkor lehet, hogy még a varrásból is meg tudnék élni. Köszönöm szépen, hogy ezt is megtudhattuk. Erzsike keresztény katolikus családba született. Szeretnénk, gondolom, más is kíváncsi arra, hogy gimnazista korodban és később a főiskolai éveid alatt hogyan élted meg keresztény hitedet? Mit jelentett neked akkor a hit? Hát valóban keresztény családba születtem, katolikus családba. Ez akkor olyan természetes volt a faluban. Sükös katolikus falu volt mindig is. Nagyon kevés református élt ott. Tehát gyakorlatilag mindenki gyakorolta a hitét, az volt a szokás, hogy vasárnap reggel beöltöztünk szép ruhába, és mentünk templomba. Nem is vetődött fel az a gondolat, hogy ne így legyen. Tehát bennünk élt, és mi benne éltünk ebben a szokásban és hitrendszerben. Emlékszem egy olyan eseményre, hogy talán hatodikos voltam, amikor eljött hozzánk a kántor asszony, hogy a karácsonyi pásztorjátékban mi lenne, ha én lennék a Szűz Mária. És akkor én elképedtem, és félve nemet mondtam, hogy megijedtem a feladattól, hogy én olyan nagyon nagy dolognak éreztem ezt, hogy nem mertem elvállalni. És aztán valahogy mégiscsak többszöri kérésre, meg édesanyám ösztönzésére is elvállaltam, és életem nagy élménye maradt. Mindig is. Azt hiszem, hogy később felnőtt koromban is. Ebből is táplálkoztam. Aztán igazándiból akkor teljesedett ki a hit életünk, amikor már családot alapítottam, és gyerekeink születtek, és akkor velük együtt jártunk templomba, hittanra járattuk őket, és velük együtt megéltük újra a hit a családi sokan formában. Tudjuk azt, hogy a szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségünkre szolgál. Térjünk rá, Erzsike, a főiskolás éveidre. Igen, ott hagytuk abba, hogy képesítés nélküli tanárként tanítottam Herczegszántón, és közben készültem föl egy angol felvételire, magyar-angol felvételire a Pécsi Tanárképző Főiskolára. Akkor volt ez az időszak, amikor beindulhatott főiskolán is az angol nyelvi képzés, és mi voltunk a második évfolyama, akiknek ez szerencséjük volt, hogy megadatott. Így magyar-angol szakot végeztem a Pécsi Tanárképző Főiskolán. A negyedik évfolyamon hat-hetes tanítási gyakorlatra kényszerültünk, vagy készültünk, és akkor még nagyon kevés volt a lehetőség, kevés iskola volt, ahol angol tanítottak, általános iskola az országban, így aztán nagyon könnyen esett a választásom Kecskemétre, ahol is egyetlen iskola, a volt sárga iskola, bizonyára emlékeztek rá, Petőfi Sándor gyakorló általános iskola, ott volt Szekes Lajos vezetésével angol nyelvtanítás. Én oda kerültem gyakorolni, magyart is, angolt is, és hát mit tesz Isten, a mentorom Véninger Endre volt, úgyhogy ebből könnyű kikövetkeztetni az életem folyását, amiért én Véninger Endréné vagyok, hogy a kapcsolatunk később odáig fejlődött, hogy egymásba szerettünk, és összeházasodtunk, befejeztem a főiskolát, és utána itt kaptam állást, ebben nagy szerepe volt Szepes Lajos igazgatórnak, akivel beszéltünk erről, hogy
hát nálunk most ilyen helyzet áll fönn, és én szeretnék Kecskemétre kerülni, és hát házasság lesz valószínűleg belőle, legalábbis én nagyon reménykedtem benne, és őneki nagyon megtetszett ez a szituáció, hogy egy angol szakos házaspár vigye tovább az angolt az iskolájában, és támogatott bennünket, és megkaptam az állást. 18 évig tanítottam ebben az iskolában, ez alatt 3 gyermeket szültem, és aztán, mivel annyi elfoglaltságot találtam még magamnak a főállás meg a 3 gyerek mellé, hogy már nem nagyon tudtam, bírtam erővel, ezért kipróbáltam a főállású anyaság intézményét, akkor jött divatba, de kicsit porul jártam vele, mert még nem volt igazán kidolgozva a háttere, és ezért egyszer csak jött az APEC, az akkori APEC-tól egy levél, hogy fizessek be 50-60 ezer forintot, mert hogy én most tulajdonképpen önálló vállalkozó vagyok, és nem fizettem eddig amit kellett volna, a TP járulékot, és akkor közben én elkezdtem már, akkor indult el a piarista általános iskola újra, 1993-ban, ahova Kosztici János jelezte, hogy óraadóként, nem baj, hogy otthon vagyok a gyermekekkel, de óraadóként beugorhatnék néha hozzájuk néhány angol órát tartani, és amikor jött ez a szituáció, hogy én tulajdonképpen most főállású egyéni vállalkozó vagyok, amitől menekültem, akkor a piarista iskola felajánlotta, hogy alkalmaz teljes állásban, és azután egy 18 éves periódus következett ismét, amit ott tanítottam le. 4 osztálynak az osztályfőnöke voltam a felső tagozatban, és magyart, angolt és hittant tanítottam. Kicsit térjünk vissza a gyerekekre. Beszélj nekünk, mutasd be őket. 2 lánya és 1 fia van Erzsikének. Hát örülök, szeretek beszélni, úgyhogy vissza kell fogni magamat, hogy ne túl sokat mondjak. Nóra, az első szülött, után nagyon-nagyon gyorsan következett, kopogtatott Andris kisfiunk, úgyhogy tulajdonképpen alig van köztük, még egy évnyi különbség sincs köztük, és hát örömmel fogadtuk, csak féltem, hogy majd nem lesz elég időm mindkettőre, hogy megfelelően tudjak velük foglalkozni. Így aztán voltak munkás helyzetek, amit minden édesanyja ismer, egyik kezén egy gyerek, a másik gyereket éppen simogatja, aztán a szájával verset mond, a másik kezével a fakanalat fogja, és így tovább, tehát munkás szituációk voltak, amik kicsi volt mind a két gyerek. Aztán úgy nődögéltek, volt alkalmunk már utazgatni is, hanem aztán egyszer csak a Nóri születése után 11 évvel megint kopogtatott valaki váratlanul, és ő volt Andrea. És őnek is nagyon örültünk, így lettünk 3 gyermekes család. És már csak annyit szeretnék mondani, hogy mi lett belőlük, mint kis cserebogárból. Nóri a Pázsány Péter Katolikus Egyetemen végzett bölcsészkaron, magyar-angol szakon. Tanítani próbált, beletörött a bicskája a budapesti gyermekek ellenállásába, mert nagyon szerény, csöndes kislány, ezért több mindent kipróbált. Most a Rendszerváltás Kutató Intézetben dolgozik, asszisztensként segíti a kutatók munkáját. András fiam jogot végzett az ELTE-n, ő itt a városban kezdett el dolgozni, boldogult lépcsőfokonként az önkormányzatnál, a jelzőségig jutott, jól végezte a munkáját, ám több fantáziát látott az üzleti életben, és pár évvel ezelőtt a Verbaunál vállalt munkát, ahol projektmenedzserként dolgozik, és a jogi kérdésekkel foglalkozik. A legkisebbik gyermekünk, Andrea, szintén az ELTE-n végzett, kommunikáció és média szakon,
és hát tulajdonképpen újságíró lett elsősorban, azt végig is próbálta, dolgozott a kultúra.hu-nál, a Magyar Illapnál, és később úgy gondolta, hogy a kommunikáció érdekesebb, a kormányzati kommunikációt próbálta ki, Balogh Zoltán úr mellett dolgozott a csapatban, most pedig a Fidesz kommunikációs csapatában dolgozik. Ennyit a gyerekekről. Olyan jó hallani, hogy sikeresek a gyerekeid. A szülőnek azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, hogy többre vigyék a gyerekek, mint ő saját maga. Erzsike nagyon sokoldalú. Látható itt az a sok-sok kiadvány, amit részben ő szerkesztett, írt. Gondolok itt például a nyelvvizsgára felkészítő kiadványra, ami angol nyelvű, vagy például én azt gondolom, hogy az egyik könyved, amire a legbüszkébb vagy, Kölyökkorom kalandjai. Ha ezt valaki a kezébe veszi, nem tudja letenni. Én 2 nappal ezelőtt Budapestre mentem, jövetbe menetbe, hát egyszerűen azt hittem, hogy ne érjünk még oda. Tehát alig tudtam letenni. Szeretném kérdezni, hogy az a könyv, az a kiadvány, amelyet Budapesten, meg több helyen, hál' Istennek, osztályfőnöki órán átbeszélik. Talán jobban ismerik, mint itt Kecskeméten. Én bízom benne, hogy Kecskemét városa is fel fogja fedezni, és főleg az általános iskolás korú szülők, szülői munkaközösségek, mert olyan gondolatok vannak benne, amely, én azt gondolom, hogy nem csak a felnőttet, a fiatalt, a diákot is megérinti. Erzsike gondolatai arra vezethetők vissza, hogy ő 36 évig tanított általános iskolában, és az az ízes gyerekszáj, amit előadsz, leírsz, egyszerűen nem tudom, hogy mennyi idő alatt írtad, vagy részletekbe, vagy hogyan jött a gondolat, hogy papírra vesd. Hát valóban 36 év tanítási tapasztalatai vannak ebben a könyvben. Sok-sok mozaikból áll össze a regény. Tulajdonképpen gyermekregénynek készült, de én jó szívvel ajánlanám talán még inkább a felnőtteknek, mint a gyerekeknek, mert a felnőtteken múlik, hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerek. Tulajdonképpen egy pályázaton akadt meg a szemem, amely azt kérte, hogy katolikus gyermekregényt írjanak, akiket érdekel ez a téma. És persze, hogy fölcsillant a szemem, hát katolikus iskolában dolgozom, nagyon értékes, jó fej gyerekekkel foglalkozom, és megkérdeztem az osztályomtól, hogy mit szóltok hozzá, nekiállunk, összeülünk, és megpályázzuk. Csak egyetlen egy, az első fejezetet kellett beküldeni akkor még, úgyhogy azt nekiültünk, beszélgettünk róla, és közösen összeraktuk a gondolatokat. Hát aztán nem nyertük meg a pályázatot, de úgy gondoltam, hogy ezt ne hagyjuk abba. És akkor egy évig a gyerekekkel szakkör formájában tanulgattuk, hogy kell írni, hogy kell jellemezni szereplőket, anyagot gyűjtöttünk hozzá. És utána ugyan kiröpültek 8-ban, és már nem volt közös projektünk, közös munkánk, de amikor nyugdíjba vonultam, a 2012-ben, akkor úgy gondoltam, hogy ezt be kell fejezni. És be is fejeztem, 2013-ban adtam ki. Igazánból saját kiadás ez, bár próbáltam szponzorokat találni, egyetlen egyet találtam, akinek nagyon hálás vagyok, Lezsák Sándornak, a Lakitelek Alapítványnál, aki 100 000 forinttal támogatta ezt a könyvemet is, de azért voltam olyan bátor kérni újra, mert az Easy English Grammar-t is annak idején támogatta ugyanennyivel. Szeretném, ha néhány gondolatot mondaná a verseidről és a többi kiadványról, és melyik a kedvenc versed, amit te magadnak kedvencnek tartasz? Hát, ha versről van szó, mert hogy próbáltam írogatni antológiákban, meg megjelentek verseim, de inkább a próza áll közelebb hozzám. Az előbb kérdezted a
hitéletet, vallásra kapcsolatos nézeteimet. Itt van egy hatsoros kis vers, azt szeretném felolvasni, mert ebben van az eszenciája annak, amit tulajdonképpen én vallok, hogy minden mindennel összefügg és segíti egymást. És így történhetett az, hogy amikor magyar órán voltam, akkor nagyon sokszor utaltam a hittan tudományokra a gyerekekkel, amiket tanulnak. Ha angol órán voltunk, akkor vagy a magyar, vagy a hittanból vettünk példákat, vagy ha hittan órán, akkor pedig, mint például ebben a versben, éppen az időmértékes verselést tanítottam meg velük. Most skandálval mondom, hogy érezzük a daktiluszokat. Az elveszett bárány. Egy kicsi, két kicsi, száz kicsi bárány, jöjj ide, fuss ide, elveszel állván. Kóborol egy, többi marad, megkeres, visszavisz téged, urad. Pásztorod jó, hazavár, újra együtt van a nyáj. Ez egy kis gyermekvers, amin keresztül megmutathattam az időmértékes verselést, meg egy kicsit a hittamba is belekóstoltunk. Az életben nem az a fontos, hogy csak jó emberekkel találkozzunk, hanem az is, hogy jó kapcsolatokat alakítsunk és építsünk. Erzsike, erre te kiválóan alkalmas vagy, és most rátérnénk a Montázs magazinra, hogy született, hogyan szervezel egy montázs estet, kik segítenek, mert amikor úgy beszéltél önmagadról, arra gondoltam, hogy az a három gyermekkel otthon töltött idő az is nagyon aktív idő lehetett, és természetesen amikor 36 évig tanítottál, akkor sem elégített ki téged csak a tanítás, és amikor elmentél nyugdíjba, ismét megtalálta Erzsike önmagát. Ezt viszont nagyon szereti, a montázs esztek szervezését is, bízom benne, hogy Kecskeméten is már évek óta ismernek téged ezáltal is, és kíváncsian nézik a műsoraidat. Hát a Montázs magazin egy évvel azelőtt született, hogy nyugdíjba mentem volna, illetve hogy abba hagytam volna a tanítást, mert hogy ez nem esik egybe. Amikor nyugdíjba mentem, akkor még egy évig főállásban, mellékállásban tanítottam, tehát fél óra számban tanítottam angolt, és közben már járt az agyam, hogy mi más tehetnék még. És a lányaimmal összeültünk, és akkor kitaláltuk, hogy alapítunk egy internetes folyóiratot. Ahhoz olyan nagyon-nagyon sok pénztőke nem kellett. Most már érzem, hogy kell, menet közben is mindet én fizetem. De az elhatározásból tett született, és megalapítottuk 2012. februárjában, úgyhogy tulajdonképpen most van a születésnapja valamikor az újságnak. Ez egy kulturális és életmód magazin, amelynek sokféle rovata van. Nyilván a kultúra az a legfontosabb, de az íróklub rovat, ahova amatőr, félprofi írók, költők verseit, műveit várjuk, illetve interjúkat készítünk velük, képzőművészeket mutatunk be. Aztán az életmód rovat, a kecskeméti hírek, ami nagyon fontos, hiszen Kecskeméten vagyunk, de nem csak Kecskemétről szól a Montázs magazin. Programajánlónk van, ami viszont majdnem szinte csak kecskeméti, úgyhogy érdemes rákattintani, mert abból sok mindent lehet látni, hogy milyen program van éppen Kecskeméten. Úgyhogy a neve is jelzi, hogy Montázs magazin a teljesség igénye nélkül, ezt hozzá kell tenni nyilván, mert nem is lehetne. És azért sem tudnánk a teljességre törekedni, mert az ország különböző tájain élnek a segítőink, akik vagy cikkek írásával segítenek, rendszeresen küldenek írásokat a magazinba, vagy szerkesztenek. De tulajdonképpen két lábon áll, billeg is a magazin emiatt,
mert Pesten Nóri lányom, ő a főszerkesztő, neki van két szerkesztő társa, illetve itt Kecskeméten pedig nekem van két segítségem, itt is ülnek közöttünk a szerkesztőtársaim, Vargáni Gál Anna az elsősorban, és mindjárt nézem, hogy Ágnes Szitásné, Ági, merre vagy? Igen, ő pedig most tanulja a szerkesztést, és bízom benne, hogy tetszeni fog neki, és nagy segítségünkre lesz. Azért kell, mert a rengeteg anyagot nem győzöm egyedül szerkeszteni. Ha van, vagy lenne több segítőtársam, szerkesztőm, akkor sokkal több interjút, nagyobb lélegzetű dolgot tudnék magam is létrehozni, még alkotni. Például színészekkel interjúkat kezdtem el csinálni, de ahhoz nagyon sok idő kell, meg sok máshoz is. Tehát az idő az, ami behatárolja a munkánkat. Az estetek állandó helyszíne a megyei könyvtár. Volt, aki megkérdezte, hogy miért szombat este. Mert szombat általában a családoké. Családok szeretnek együtt lenni, mert hétközben mindenki dolgozik, gyerekek tanulnak, és nem tudom, szerencsése a szombati nap. Igen, két oldala van az éremnek, mert hogy hétköznap meg ugye dolgoznak az emberek, és a munkából elég nehezen lehetne, munka után elég nehezen lehetne elcsábítani egy ilyen programra őket, ahelyett, hogy siethetnének haza a saját családjukhoz. Úgyhogy ezt láttuk még inkább jobbnak, mint a hétköznapot. Amellett pedig mi is családokat mutatunk be. Tehát az a lényege a montázsesteknek, hogy olyan családokat mutatunk be, több generációs családokat, ahol valamilyen foglalkozás, művészeti ág, ipar több generáción keresztül öröklődik, és ezáltal egy összetartó nagy családdá válik ez a család. Így aztán tulajdonképpen példaképül állíthatjuk a hallgatóság elé a kecskeméti tisztességes, jól dolgozó, és a kultúrát, és a népművészetet, vagy iparművészetet továbbadó családokat. Kivel indítottad a montázs estet? Biztosan ezt tudod. Igen, érdekes vendégünk volt az első, Turai Kamil és lánya. Tehát az irodalom terén eveztünk, és csak ketten voltak akkor, de volt egy olyan montázsestünk is például, ahol rengetegen voltunk a színpadon. Most a Lázár család volt egy hónappal ezelőtt, akiknek a zene volt a középpontban, a műsorokban, és a műsor, nem igaz, hogy műsor, de ők műsort csináltak belőle. Tehát a beszélgetésből egy teljes műsor készültek. A fiúk összeálltak, mint még soha, és tanultak együtt, és olyan hálásak voltak nekem, hogy jé, ha ez nincs, akkor ők sose állnak össze, hogy családilag zenéljenek. És az asszonyok sütöttek süteményt, ez se volt szokás. Tehát egy olyan csodálatos népi ünnepé kerekedett belőle, amit öröm volt nézni, és 7 órakor záráskor nem akartak hazamenni. Nagyon jól sikerült. Erzsike, milyen terved van a jövőre, közeljövőre és távolabbi jövőre vonatkozóan? Hát mindenképpen tovább folytatni a montázs magazint, ez szívügyem. Tulajdonképpen nagyon szeretnék szponzorokat találni hozzá, mert ez egy non-profit, erősen non-profit vállalkozás, ami nem hoz bevételt. És mindenki, aki segít nekem, az szívből, szeretetből segít, illetve hát jól érezzük magunkat együtt, vagy közösen elmegyünk programokra, színházba, némi ajándékkal tudom honorálni a segítségüket. Tehát nagyon jó lenne, hogyha valamilyen módon valaki felfedezne bennünket, hogy mi jót is teszünk akár a városért, akár az itt lakókért, és azt mondaná, hogy
Hadd adjak már egy kis pénzt nektek a munkátokért. Ennek nagyon örülnék. Egy egyesületünk felfedezte a tanárnőt, azért hívtuk meg természetesen. Én szeretném kérdezni, hogy amikor te a montázsesten vagy, akkor a férjed elkísér, veled van, vagy ő más csinál otthon? Időnként elkísér, de ő egy kicsit visszahúzódóbb, természetből adódóan is. Olyankor jön, amikor személyes ismerősök a vendégek, illetve hát betegségéből adódóan most többféle betegség megkörnyékezte, és ezért többek között most mondanám, hogy a cukorbetegség, ami négyszeri inzulin adáshoz kötött, és ezért ez is behatárolja, hogy mikor menjen el hazulról, meg mire érjen haza, meg enni kell neki, meg egyéb, és akkor ezért nem mindig tud aktív lenni mindabban, amit én csinálok, de otthonról szurkol nekem. Erzsikét hallgatva azt gondolom, hogy nagyon kevés szabadidőd van, tehát minőségi időt élsz, és mi az az egyéb tevékenység családon belül, amivel szívesen foglalkozol? Mert hallottuk, hogy tudsz varni, és tudsz verset írni, regényt, jó pedagógus vagy, tanítasz esetleg, korepetálsz egy diákokat. Hát ezt már nem. Ebből már kinőttem, vagy belefáradtam, tehát ezt régebben csináltuk valóban a férjemmel együtt, de hát valóban kevés a szabadidőm, illetve ha azt kérdezed, hogy mi a hobbim, akkor azt mondanám, hogy egybeesik mindazzal, amit csinálok. Tehát szeretem csinálni, amit csinálok. Igaz, hogy hajnali 2 körül már, amikor alig látok, akkor szidom magam, hogy talán már le kellett volna feküdni, aludni, mert ilyen éjszakai koncentrálós típus vagyok, és sok időt töltök munkával akkor is. Tulajdonképpen ennek ellenére tervezgetek, például szeretném megírni a második kötetét annak a regénynek, mert hogy ez a gyerekkorról szól, és már a kamaszkorom kalandjai érlelődik bennem, anyagot gyűjtök hozzá, meg gondolkodok rajta. Aztán mit még? Szeretném, igen, a regénnyel kapcsolatban, arról nem mondtam egy mondatot csak, hogy Budapesten a Mátyás Király Általános Iskolában kötelező olvasmány lett a regényem, és erre nagyon büszke vagyok, és borzasztóan boldog. Fölfedezték, véletlenül fedezték föl. Elvitték Pestre, a Szent Család plébánián fedezte föl egy ott tanító hölgy, aki hazajár néha Kecskemétre. Elvitte, egyszer csak kaptam egy levelet, hogy Budapestről, az igazgatónőtől, az iskola igazgatónőjétől, hogy meghívnak engem egy könyvbemutatóra. És levegőt nem kaptam, annyira meglepődtem és megörültem neki. A könyvbemutató csodásan sikerült, az egész iskola ott volt, a diákok, és volt zene, bona, beszélgetés, játék, mese, minden. És utána úgy gondolta az egész tantestület, megszavazta, hogy már pedig ez a regény kötelező olvasmány lesz az iskolájukban, a 6. korosztálynak, akik nagyon jól veszik a feladatot minden évben, most már ez a 3. év, küldik nekem a megoldott feladatokat, és valami szenzációs, nagyon nagy teljesítményt végeznek a gyerekek ezzel. Lehet, hogy Kecskeméten is lenne rá érdeklődés. Bízunk benne, akiket tanítottál, nagyon sok diáknak példaképe vagy. Nagyon örülök annak, hogy néhány kolléganőd itt van. Ők sokkal jobban ismernek, mint én, és azokat visszahallották, amit a gyakorlatban tapasztaltak veled kapcsolatban. Bízom benne, hogy önök ti is úgy érzitek, hogy Véningerné Erzsike egy nagyon boldog ember. A boldog emberek nem birtokolják a legjobb dolgokat életükben, hanem a meglévő dolgokból hozzák ki a legjobbat. Te a tanítványaidból, környezetedből, gyerekeidből kihoztad a legjobbat. És találtam egy nagyon szép gondolatot Kalkuttai Teréz anyától, amely Erzsikére nagyon-nagyon is ráillik, és a beszélgetésünket ezzel a gondolattal szeretném befejezni. Könnyű példát mutatni,
de sokkal nehezebb példává válni. Nagyon szépen köszönöm, Erzsike, hogy eljöttél egyesületünk jelenlévő tagja és vezetése nevében, és nagyon hosszú írói munkásságot kívánok neked, sok-sok szeretettel, jó egészséggel, és sok-sok unokát. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.